Az epersorok között üldögél ez a kislány, a másik egy vödörrel a kezében indul epret szedni. Elkezdődött az eperszezon, az elmúlt időszakban is sokan kilátogattak a Mosonmagyaróvári eperföldre. Én Vas megyéből jöttem Répcelakról. Hát itt van egy barátom, igazándiból ugye Németországban dolgozik, és most jött haza, és minden évben jövünk ide erre az eperföldre, erre a Szedd Magad mozgalomra. És hát amint látszik, hogy én általában mindig eperlekvárt készítek ebből, meg amikor olyan szép nagy szemek vannak, azokat így egyesével lefagyasztom, aztán így, mit tudom én, pudingra vagy sütikre. Ilyenre használom az epret. Voltak, akik tálba, mások vödörbe gyűjtötték a gyümölcsöt. Az eperföldek május végén nyitottak meg. Mosonmagyaróváron mintegy 2 hektárnyi területen szüretelhető a termés, de Rajkán is nyitva vannak az eperföldek, amik hétköznap és hétvégén egyaránt látogathatók. A szélsőséges időjárás ellenére bő terméssel várják a vásárlókat. Fagykárt nem szenvedtünk, a szájkár mérsékelten van, de a termést olyan nagy mértékben nem befolyásolja. Szép a termés, de nagy a kereslet is, úgyhogy érdemesebb hétközben kilátogatni. A tulajdonos elmondta, hogy az eper termesztési költségei jelentősen megnövekedtek, ami miatt kénytelenek voltak növelni az árat, így a földeken a tavalyi árhoz képest 100 forinttal került többe egy kiló eper. A boltokban és áruházakban 1800 és 2000 forintot is elkérhetnek egy kilogram eperért. Az eperföldeken ennél olcsóbban hozzá lehet jutni. Az eperföldek Szedd Magad akciója a terméstől függően még 2-3 hétig tart.